Az önkormányzati tulajdonú Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Fő feladata a hulladékgyűjtés, szállítás és elhelyezés, amelyet saját személyi állománnyal és eszközparkkal végez. A közel 100 főt foglalkoztató társaság fő célja a szolgáltatás stabil működtetése, minőségének folyamatos fejlesztése. A bevételünk az ilyen 2,8 milliárd forint körül mozgott, ez kb. 200 millió forinttal több, mint az előtte levő évnek. Az eredményünk, az adózott eredményünk az sajnos negatív, tehát veszteséges lett a 2021-es évünk. Ez 77 millió forint veszteséget jelent. Ugyanakkor az fontos tudni, hogy sokszor az NHKV ZRT a beszámoló elkészítését követően is tud még forrásokat biztosítani. Ez így volt egyébként a 2020-as évben is, tehát 2021 év végén jutottunk még 2020 vonatkozásában forrásokhoz, és abba bízunk, hogy ez idén is így lesz. Likviditási problémánk az nem volt, tehát az NHKV ZRT havonta előleget biztosít a működéshez, mely elegendő arra, hogy a működés stabil legyen. Hogyan néz ki most a cég? Mennyi foglalkoztatott van? Hát a létszámunk az 100 fő körül alakul, ilyen 95-98. Most 2022-ben csökkent le 80 és 90 közé, úgyhogy most keressünk egyébként munkavállalókat. Elsősorban a gépkocsi vezetők esetében van probléma. Most jelen pillanatban sikerült megállítani úgymond az elvándorlást, és egy picit stabilizálni a gépkocsi vezetői állományt is, de a legtöbb fejtörést az utóbbi időben ez az állomány okozta. Volt-e valamilyen saját fejlesztés 2021-ben? Sikerült-e akár a működéshez bármilyen forrást találni? 2021-ben elindult a KEHOP programunknak a fejlesztése, ez gyakorlatilag telephelyek fejlesztését jelenti. Zalaegerszeg viszonylatában ez egy közel 1 milliárd forintos fejlesztés volt a Buslakpusztai szelektív hulladékválogatóműben, de további körülbelül 1 milliárd forintos fejlesztés történik, még jelen pillanatban is folyik a Buslakpusztai lerakó bővítése, illetve a vegyes hulladékfeldolgozó műnek egy tárolócsarnok építése, tehát összességében közel 2 milliárd forintos fejlesztés történt, illetve történik Zalaegerszegen. A szelektív hulladékválogató mű az új gépekkel, technikai eszközökkel egészült ki, és így a működés a kézi válogatásról áttolódott az automata válogatási rendszerre. A vegyes hulladék feldolgozó másik csarnokba megépült egy tárolócsarnok, ezt gyakorlatilag májusban át tudtuk venni, és azóta akkor teljes értékben üzemel ez a üzem is. 2022-re milyen tervet fogadtak el, hogyan vágnak neki az évnek, illetve hogyan haladnak az évben most már? Nagyon sok az ismeretlen a hulladék gazdálkodási közszolgáltatás szolgáltatási díjának a rendszerében, ezért a korábbi évek tapasztalataiból indultuk ki, és egy veszteséges évet terveztünk, de mi nem erre helyezzük a fókuszt, hanem a működésre, tehát a szakmai működésre, amiben pedig 2022-ben a legnagyobb feladata az említett fejlesztésekkel megvalósult létesítmények stabil üzemeltetése, tehát elkezdtük ugyan már a szelektív hulladékválogatott fél éve üzemeltetni, a vegyes hulladékválogató tárolóját pár hónapja, hamarosan a hulladéklerakót is el tudjuk kezdeni használni. Hát a stabil működés kialakítása cél, illetve ehhez kapcsolódó esetleges járatátszervezések várhatók még tovább 2022-ben.